tündérkertre tett javaslatot az önkormányzat korábbi áprilisi ülésén Várnai László, a Civil Szugló Egyesület önkormányzati képviselője, és a javaslatot el is fogadták, úgyhogy hamarosan ez megvalósul a vezérúton. Hogy pontosan miről van szó, Uh, arról a kezdeményezőt, Várnai Lászlót kérdezem, akit köszöntök itt a stúdióban. Jó napot. Mm. szóval mi ez a tüdérket. Van a vezérútnak a, az Egresi Szugló utcától tartó része egészen a Fogarasi úti jóformán, ami egy ilyen 40 méter széles gyepű, ugye van a, a vezérútnak egy, egy szörnyű rossz minőségű része a trolli jár, évtizedek óta ígéri a főváros, hogy felújítja, és van egy ilyen szervizút része, amit most többé-kevésbé megcsináltak kerékpárúttal, és köztük van egy 40 méteres füves része, ami ilyen senki földje. És ezt mi már 15-ben javasoltuk az Ugló önkormányzatnak, mint a civil Zugló Egyesület, hogy ott ezt egy, egy ilyen tündérkert és egy fásítási program együtt jöjjön létre. Elfogadták, meg is szavaztak rá 57 millió forintot, vagy tipikus karácsonyi hozzáállás, nem történt semmi. Tehát, a volt, karácsony az karácsony, karácsony Igen, igen, Tehát a karácsonyi Gergő tipikus. Megszavaztuk, majd a polgármester nem adott semmiféle dolgot. A, még a fővárostól is kaptunk rá egy fő, úgynevezett köztér támogatás 100 millió forintot, és azzal együtt se történt semmi. Egy ilyen túl nagy tervet csináltak sportpályákkal, meg mindenféle dologgal, hogy minek sportpályát építeni egy út mellé, mikor ott a Magyaródi úti sportpályánk innen 3 4 500 méterre, és nem történt semmi, majd ezt a 100 millió forintot ráadásul át is tették a patak revitalizációs projektbe, aminek az 500 millió forintja ezt fel is szívta. És ugye a gyepű maradt úgy, ahogy volt, a vezérút felújítására nem került sor, nem tudjuk vala sor kerülni, viszont azért a közműveket megcsinálták ez alatt a rész alatt, tehát ebből a szempontból legalább érdemes volt várni, mert ugye most már nem lesz feltúrva és ez a tündérkert dolog, ez már régóta húzódik, ez arról szól, és ez sok kisebb-nagyobb településen működik, hogy mindig, mikor valamelyik zuglói lakosnak gyereke születik, vagy párnak, akkor ők a újszület nevében az újszülött kapcsán ültetnek egy fát, az önkormányzat kijelöli a területet körülbelül, itt ez úgy valósulna meg, hogy egy kert tervező mérnök megtervezni ezt a hosszú részt, ahol lehetne akár egy botanikus kerthez hasonlóan nagyon sokfajta fa, hiszen ez egy nagy terület, tehát nem egy nem én, valami fajta fasor tervezünk, hanem lehet ebben nyírfaliget, lehet ebben fenyős részt, lehetnek ebben platánok, én azt szeretnék például gyereknek ültetni, vagy vörösbük, vagy bármifajta izgalmas, kisebb, nagyobb fa, hosszabb, vagy, vagy, vagy lassabban növekvő, minden fajta nemesvát is lehetne ültetni. És akkor ősszel, tavasszal, amikor faültetési szezon van, akkor a szülők kinézi, hogy ő ebből az ültetési tervből melyik fát, melyik helyen gondolja az ő gyerekéhez illőnek, ami akár nyáron született, és az önkormányzat segítségével az önkormányzat által biztosított facsemetét elültetnék a szülők közösen. És valamilyen módon a fák tövében, vagy közösen ezt, ne ezt ki kell találni pontosan, hogy hogyan működik ez, hogy ne úgy nézzen ki, mint egy sírkert, hogy ilyen küllapok vannak, feltüntetésre kerülne nyilván a, a született gyereknek a neve, az évszáma, és mellette, hogy mondjuk ezt a vörös bükköt Kovács Dianna ültet, nevében ültették 2021-ben. És 20 év múlva jön majd a Kovács Dianna, és megnézi azt a gyönyörű nagy fát, hogy ez az én szüleim ültették, és, és így növekszik, és a szülők oda járhatnak, locsolhatják, de nyilván az önkormányzat gondozni kéne ezeket a fákat, és ott lenne egy gyönyörű, szép közösségi Ilyen típusban közösségi tündérkertünk, ami elkészülne mondjuk egy 4-5 év alatt, 200-nál több fát lehet erre a területre ültetni. Igen, szerintem. ezt akartam is kérdezni, hogy, hogy mennyi gyerek születik egy évben zuglóban, mert hogy, ugye ez meghatározza, hogy mennyi idő alatt telik meg ez hát a terület. Születni ö, több száz gyerek születik, tehát azt hiszem 8-900 gyereket Aha. iskolázunk be minden évben. De hogy ebből hányan akarnak részt venni a projektben, azt nem tudjuk. Nyilván ez egy növekvő szám lesz. Én a döntésben az van, hogy egy millióért megtervezik ezt a kertet, tehát nyilván valami kis ösvény lenne, és akkor mellett az ültetési terv, és 5 millió forint van idén faültetésre. Ebből 100 fa is kijön, és utána ezt lehet újra pénzt biztosítani, hogy ez a projekt beindul, és szerintem egy 3-4 év alatt ez, ez meg fog telni fákkal. Nyilván híre fog ennek menni, hogy ez egy milyen jó dolog. Akkor ez azt is jelenti, hogy az idén ősszel már az első fákat elültetik? Tehát hogy elkészül most nyáron az ültetési terv, és ősszel, amikor fákat lehet ültetni, akkor közösen ezt ki kell majd tenni nyilván a. a... Ezt valahogy meg kell hirdetni, hogy a, a szülők is ugye Pontosan tudják, az uglói védőnők, ez egy, ez egy úgy, 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 minden gyerek, amikor valaki terhes lesz, akkor elkezd járni, és tudom, az én gyerekemmel elkezd járni hozzá a védőnő, és pontosan regisztrálva van, hogy mikor születik, mikor született, hogy van. Tehát őket meg tudjuk ezáltal keresni a szülőket, hisz kapnak is az önkormányzat támogatást az uglóban megszülető gyerekek, azt mondom, 20 vagy 40 ezer forintot. Tehát, hogy pontosan ez dolog megvan, és el kapcsán tájékoztatni lehet őket erről a lehetőségről. És szerintem az uglói újságban, itt az ugló tévében is ezt el fogjuk mondani, hogy van egy erről ilyen dolog. Állunk rendelkezésre. Szerintem ez, ez nagy sikernek fog örvenni. Kisebb településekkel látni, komplet ilyen kis parkok jönnek így létre. Ugye, ha már beszélgettünk a vezérút átalakításáról, mostanában több olyan napirend van az önkormányzat ülése előtt, amely különböző építkezésekkel, területátalakításokkal foglalkozik. Ezekben a civil zugló egyesület általában nagyon markás álláspontot képvisel. Igen, tehát, hogy, hogy sok dolog van az önkormányzatnál, ugye, szociális ügyek, közbeszerzések, közétkeztetés, korrupció, mindenféle dolog van, de a beépítések azok a dolgok, amik hosszú távra szólnak. Tehát ha most hozunk egy rossz döntést, az az épület ott fog állni az idők végezetéig, vagy ameddig belátjuk, tehát mondjuk a, a geodézia 70-es években épült írtora nem ide odaillő épülete, az ott van, ez egy olyan tájsebb mondjuk így a kerületben, amit sose fogunk tudni elmulasztani. Tehát nagyon bölcsen kell ez ezügyben dönteni, és a rövid távú gazdasági érdekeket, akár kapott 100 millió forintot, vagy, vagy ilyen nagyságrend összeget a beruház, az nem számít ahhoz képest, hogy egy olyan épület kerül valahova, ami útban van, otrombává válik pár év múlva. Látunk ilyeneket a fővárosban bőven. Ezért mi nagyon inkább azt mondjuk, hogy háromszor kell mérni és egyszer engedni, és nagyon eltározottak vagyunk, hogy zuglónak ezt a kertvárosi kis családi házas, társas, kis társas házas jellegét nem engedjük megváltoztatni. Azt érzem, hogy a beruházók ugye nagyon könnyen akarnak hatalmas lakóparkokat, ugye neki az az érdeke, hogy az adott területre, amit megvásárolt, minél több lakást tudjon beszuszakolni. Gondoljunk bele, egy lakást el lehet adni 60-70 millió forintért, 90-ért néztem most. Tehát millió forint egy négyzetméter, és ehhez képest az önkormányzat mondjuk 100 millió forintért megengedi, hogy másfélszer annyit építsenek rá. Mondok egy példát, itt van a Gizella utca 24-26, aki ismeri ezt a környéket, tudja, hogy kis társas házak vannak ott, 10, 20, 30 lakásos házak maximum, és, és amúgy még ilyen villás rész is a Gizella utcának ez a része. És ehhez képest a, a telekre 92 lakást lehetett építeni, de az önkormányzat most megengedné 150 millió forintot, hogy 132 lakást építsenek ez egy egyirányú, egy utca, tehát ez azt jelenti, hogy a 130 lakáshoz lenne minimum 130 autó, 130-an állnának ki és be egy reggel 8-tól 7-től 9-ig terjedő időszakban. A 130 családnak óvodát, bölcsödét, gyerekorvost, iskolát, mindent az önkormányzatnak kell biztosítani. Hát ehhez képest a 150 millió forint semmi, hisz az három lakására, mi meg plusz 45 lakást engedélyezünk. És ez az épület, monstrum, ez ott lesz az idők végezetéig, tökéletesen szétszedve azt a, azt a hangulatot, ami ott, ott a környéken van, egy hatalmas, nagy épület lesz. És van ugyanez a Bajer beruházás, ami négy nagyságrendű. Ez a most mögötti. mögötti rész, ahol 900 laká, 950 lakást engedélyezett az állam, úgy nem az önkormányzat a hibás ugye itt ez nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás lett, vagy ugyanilyen a Dürer kert beruházás, ahol hiszem, 30 ezer négyzetméter irodát és én, 500 lakást engedélyeztek, ugyanígy kiemelt beruházása vált. Bele a Hermina mező Császár András utcai, Abonyi utcai, kertes, régi, szecessziós, eklektikus villái közé egy ilyen üvegmonstrumot. Tökéletesen nem illik oda. És eközben a Bosnyák tér jó példa, a Csömöri út kétszer egy sáv. Minden reggel 7-től 10-ig dugó van, minden délután kifelé dugó van, és semmiféle komoly közlekedés, fejlesztés, zugló nem kap. Ha azt mondaná az állam, hogy cserébe megépítjük a négyes metrót a Bosnyák térig, cserébe akár kirákos palotáig, amiről ugye szó van, új palotáig, vagy máshol is történne nekem, akkor lehet alkudozni erről a dologról, de annélkül óriási, közle óriási ingatlan beruházásokat végezni, hogy, hogy, itt valamit cserébe adnának, nem lehet. Jó példa erre a Paskál beruházásról 770 lakást engedélyezett a karácsonyféle önkormányzat, ott 30%-kal engedték följebb a lakásszámot, és lehet látni, hogy mennyire a kerületben nem illő óriás betontömbök épültek oda, 6-8 emeletes lakóparknak hívják, de ezek nem parkok, ezek a 70-es években lakótelepnél sűrűbb beépítések. Tehát a 70-es években volt egy 10 emeletes épület, és körülötte volt egy akkora terület, ahol azt az épületet el lehetett volna dönteni, mert egy nagy, nagy zöld terület. Itt nincsen, ezek a házak így összeérnek. És nyilván most a 70-es éveki is szenvednek, hogy most már annyi van, -e, autó van előttük, hogy, hogy egyre nincs hova, nincs hová parkolni, egyre jobban számolják fel az öltözetet. Itt ugyan alá kell tenni, de ezek az autók minden nap a Miskolci utat használják, és a Miskolci utcában nincs tömegközlekedés. Reggelente az Egresi úton dugó van, Szugró utcában a trolli az négy megállónyit lépésbe tesz meg, mert olyan dugó van. Ezek az emberek mind kocsival mennek a belvárosba. Nincs óvoda, nincs bölcsödes, lecsorolna a többi problémát. Tehát, hogy ez egy, ez egy rossz fejlesztés, Zuglónak a azt a kertvárosi jellegét teszik tönkre, amit az uglóban jó élni. Ugye, ahogy itt uh, sorolta a problémákat, itt is rendre előjött a közlekedés problémája, hát. ugye? Uh, van egy olyan érzésem, hogy, hogy a megoldást az is hátráltatja, hogy ez a kettő külön uh, pályákon mozog, külön szakemberek, külön előterjesztések, külön ügyek. Ugye az egyik fele az az építkezés, a másik fele lenne a közlekedés, a hozzátartozó autópályák, tömegközlekedési hálózatok bővítése és így tovább. Ez a kettő valahogy legalábbis itt Zuglóban soha nem ér össze. Sehoz, nem lehet ezen változtatni? Ez sehol nem ér össze, hisz a, a mondjuk Dél-Budától van ez a hatalmas kopaszigáti fejlesztés, és majd most majd valamikor egyszer oda fog menni a villamos, miközben... 15 ezer lakást építenek, vagy valami újra, ugye a épül épülött, meg egy hatalmas nagy garancsiféle beruházás. Ezek sehol nem érnek össze, tehát hogy ezek le vannak maradva, ezért autós emberek költöznek mindenhol, minden kocsiban két, minden lakáshoz két autó van, és ez, ez nincs kitalálva. A fővárosnak sokkal aktívabban kéne, de hát a főváros el van szegényítve, a kerület szintén, ezen nem, nem szabadna engedni. Amúgy a fővárosnak csökken a népessége, tehát hogy igazából ezeket beruházásokra képítik, sok, sok, ember második, harmadik lakásnak veszi meg, és a másik lakását próbálja kiadni. Tehát ez egy ilyen ingatlan uh, boom is, ami nem szükségszerűen a, a, segít. A másik, ugye a polgármester úr mondta többször is, hogy a kerület lakása erről előrekszik. Jelentem én egy száz éves házban lakom, és tökéletesen jól vagyunk. Szóval, hogy uh, hogy pont arra kéne költeni, hogy a régi eklektikus stukkos házakat felújítsuk, ezeket rendbe tegyük, adhat az önkormányzat erre támogatást, a műemlékházakat, meg úgy általában is, hogy ne vakolatja vedlet házakat lássunk akár lakótelepeken, akár a 60-as évekbeli épületeken, hanem ezeket segítsünk rendbe tenni szigetelési támogatásokkal, homlokzat támogatással, sok-sok tehát egy, egy műemlékháznak a stuklós homlokzatát rendbe tenni egy, nem igen tudja egy, 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 egy nyugdíjasokból álló közösség. Tehát itt kéne segíteni, és nem azt mondani, hogy hagyjuk lepusztulni a régi részt, kiürül a belváros, ebből a szempontból, tehát hogy egész városban gondolkodva, és ekközben új lakóparkok épülnek, tönkretéve a kerület zöld Az A Zugló önkormányzat ugye eladni, sorra próbálja eladni a telkeit, és ezek elfogynak. Tehát az is az ingatlan gazdálkodásnak egy problémája, hogy, hogy nem, a meglévő vagyonunk úgy gazdálkodnak, hogy elkótja vetik, mint az ember folyamatosan adná el a családi ezüstöt, hogy a napi nap működését fedezze, ez nem egy fenntartható gazdálkodás. Most ebbe a beszélgetésben ennyi fért. köszönöm szépen, hogy eljött, és ahogy beszélgetés közben említettem, szívesen beszámolunk, ja. meghirdetjük majd a tündérkertet, hogyha az a megvalósulás fázisába ér. Szeretettel látjuk, köszönöm, hogy eljött még egyszer. Köszönöm.